Egy különleges teniszversenynek ad helyet szeptember 17-én a Bókai kert, erről beszélgetünk a következő néhány percben. Meddigünk Sebestyén Kata, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség tenisz szakágának vezetője. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is! Milyen, mi is ez a teniszverseny, amiről be fogunk számolni most ebben a következőben? Kicsit fessük le, hogy kik vesznek részt bennet, és ki a szervező ennek a versenynek. Igen. Ennek a versenynek a szervezője a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, ami értelmileg sérült emberekkel foglalkozik. Ö, ott én azt a megtiszteltetést kaptam tulajdonképpen 2010-ben Fábián László olimpiai bajnoktól, hogy a tenisz szakák vezetője lehettem ennek a, a szervezetnek, és én úgy döntöttem, hogy mint kerületi lakó, itt a, a kerületben szeretném a, az országos bajnokságokat lebonyolítani. Így kerültünk mi a Bókai Kertbe, ahol kis Viktor kollégámmal együtt mondhatni szervezzük ezt a versenyt most. Az országos bajnokságban hány korcsoportban, milyen neműek, kik vesznek részt a versenyzők közül? Hát az essóban, sóban ugye a speciális olimpiának ez a rövidítése, nagyon fontos, hogy nincsenek korosztályok, illetve hát ha vannak is, inkább értelmi sérültségtől függően szoktuk őket beosztani. Van egy divizionálás minden verseny elején, ahol képességek, tehát alapján beosztjuk a, a versenyzőket, és így szintekre bontva versenyeznek egymással. Nagyon fontos, hogy nyilván ne 30 fő legyen egy csoportban, hanem 4-5-en, hogy ezért még mindenhol egy érmet vagy egy szalagot azért lehessen osztani a verseny végén nekik. Mi a tétjük ezeknek az országos versenyeknek? Hát a tétjük a, 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 a részvétel. Ugye van egy, van egy jelmondata is az elsőnak, amit nem tudok pontosan idézni, de olyan, hogy ha már nem győzhetek, hagyj küzdjek bátran. Ez pontosan arról szól, hogy, hogy, hogy szeressenek játszani, szeressenek sportolni, és minden verseny attól függetlenül, hogy nyernek-e vagy veszítenek, boldogan térjenek haza. Mi mindig gondoskodunk erről, hiszen ajándékokkal, illetve emléklapokkal, érmekkel ellátjuk őket, és így nagyon szívesen jönnek, és egyre többen jönnek ezekre a teniszversenyekre. Említette, hogy kerületi lakosként fontosnak tartotta, hogy ezek a versenyek itt legyenek. Először lesz most itt ilyen verseny, vagy vannak már előzményei? Nem, nem először van. Kipróbáltuk már a terepet. Voltak a régi kaszinópályán is, de kis Viktor kollégám, mint mondom nekem, jó barátom, ezért mi most átköltöztünk úgymond a Bókai Kertbe, és immáron azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalommal van a Bókai Kertben ez a, ez a rendezvény. Ugye úgy tudom, hogy ennek a szeptember 17-ei rendezvénynek lesznek sztárvendégei, vendégei, vagy celeb vendégei, nem is tudom melyik a, a udvariasabb megfogalmazás. Ők hogy kerülnek a képbe? Hát ugye mindenki hoz valakit, a kapcsolati tőkék azok mindig, mindig épülnek. Nekem nagyon jó barátom és munkatársam Száva Jágnes, ugye mondhatni, hogy világ színvonalú aki tavasszal abba hagyta az aktív pályafutását. Neki, ő mindenképpen szeretett volna csatlakozni a speciális olimpiai mozgalomhoz, és ő neki volt nagy szurkorója, rajongója, Kulka János színmű. Művész, és ahova Ági hívja, oda a János is eljön, meglátogatott minket nyáron az Erzsébet táborban is, úgyhogy innen ismerjük Jánost, illetve uh, DJ Dominik Várkonyi Attila, illetve az első frontembere frontemberekik is a, a vendégünk lesz, akik viszont uh, szívvel, lélekkel támogatják a speciális olimpia mozgalmat már évek óta, tehát ők függetlenek a tőlünk, és így hát négy sztár vendégünk lesz úgy néz ki ezen a versenyen. Ők nézőként vesznek részt, vagy műsort adnak, vagy játszanak. Aha, hát a legjobb az, hogy ők játszanak, ugyanis van egy nemzetközi módszer itt az eso ezt az úgynevezett unified doubles vagy ö, magyarul mondva egyesített párost fogjuk ö, ö, játszani, ez azt jelenti, hogy egy épp sportoló és egy értelmisérű sportoló alkotta pár ö, játszik ö, egymás ellen, és így ö, hát mi sorsot fogunk húzni, kinek ki lesz a párja. Természetesen nem csak ő, tehát nem csak négy pár lesz, hanem lesznek civil ö, támogatóink, illetve vet civil tenisz versenyzőink is, akik szeretettel jönnek ezekre a versenyekre, de hát ők a négy legnevesebb játékosunk ma. Évente egy ilyen versenyt rendeznek itt, vagy többet? Nem, hál' Istennek én, én, én nagyon fontosnak tartom, hogy legalább négy verseny legyen egy évben, négy teniszverseny legyen egy évben. Ebből hát úgy néz ki, hogy mostanában három darab itt van a bokkai kertben, és egy van Hódmezővásárhelyen. Ez azért is van, mert hát figyelembe kell venni azt, hogy honnan érkeznek a, a versenyzők, és ezen az útvonalon mondhatni, ezen a Hódmezővásárhely Budapest útvonalon dolgoznak a legtöbben. Szolnokról, Ceglédről, szeged Hódmezővásárhelyről érkeznek, a, illetve természetesen Budapestről érkeznek a legtöbben, de vannak Győri játékosaink is, ők is ugye Budapestet ö, ö, szeretnék igazából, hogyha ott lenne a verseny, ezért tartjuk itt a három ö, budapesti verseny, és egyet pedig Hódmezővásárhelyen. Akkor még egy fontos információt mondjunk el a nézőknek, hogy akik szeretnék megnézni ezt a versenyt, szeptember 17-én hány órára jöjjenek ki a Bókai kertbe? Szeptember 17-én 10 órakor dr. Léva István Zoltán alpolgármester úr fogja megnyitni ezt a rendezvényt természetesen a négy sztár versenyzőnkkel együtt, és körülbelül olyan, olyan 12-ig fognak ők játszani, tehát addig mi lebonyolítjuk ezt, a, ezt az úgynevezett egyesített párost, és utána további egyéni versenyszámok lesznek, körülbelül 4 óráig tart a verseny, és hát reménykedünk benne, hogy az időjárás is nekünk fog kedvezni, mert mert hát ugye lóg az eső lába a napokban de hát valószínűleg hogy, hogy szerencsénk lesz is és meg tudjuk oldani ezt a versenyt most szabadtéren. Nagyon sok sikert kívánok a rendezvényhez és köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen én is.